Két éve támadta meg Oroszország Ukrajnát. Zelenszkij elnök nemrég leváltotta a hadsereg főparancsnokát, Valerij Zaluzsnyit. Az Egyesült Államok nem tudja biztosítani a megígért támogatásokat, és Oroszország, ha csak lassan is, de folyamatosan területeket szerez. Szakértők szerint a háború kitörése óta Ukrajna az egyik legnehezebb időszakát éli, és a katonai nehézségeket ősszel az Economistban a világnak is jelezte Valerij Zaluzsnyi, a hadsereg akkori főparancsnoka. Elsőként mondta ki, hogy az ukrán ellentámadás sikertelen. Valerij Zaluzsnyinak a múlt héten távoznia kellett. Helyét a Kijevet megvédő Olekszandr Szirszkij vette át. Az Atlaszban a téma Ukrajna, a vendégeink pedig Demko Attila és Kaiser Ferenc. Nem szeretném túlbonyolítani, miért rúgták ki Valerij Zaluzsnyit? Volt egy sikeres hadvezér, szerették az emberek, és még úgy igazán nagy politikai céljairól sem tudunk Zaluzsnyinak. Attila, miért rúgták ki végül is Valerij Zaluzsnyit? Hát részben azért, mert szerették az emberek. Tehát ugye Zelenszkij mandátuma lejár, hamarosan az ukrán belpolitikában újra elindult a mozgás, és azért látható, hogy Zelenszkij rengeteg embert megsértett. Ugye, Petro Poroshenko a legprominensebb közülük, de azért Klitschko is elkezdett mozogni vele szemben. És mi, ki Zaluzsnyi? Zaluzsnyi a legenda, aki megvédte Ukrajnát a biztos vereségtől. Zaluzsnyi az, aki még most is 82-88%-os népszerűséggel bír, különböző felméréseket nézve, 20 ponttal Zelenszkij előtt. Szerintem a legfontosabb kérdés, vagy a legfontosabb ok az ez, hogy van egy rendkívül népszerű, vagy volt egy rendkívül népszerű vezérkarfőnök, és volt egy most már kevésbé népszerű elnök, és most még meglépte, amíg még hitelesen ezt megtehette, hiszen a mandátuma még tart. Szerintem ő azt látja, Zelenszkij azt látja, hogy itt a háta mögött Poroshenko próbálkozik, meg a korábbi ellenfelei Zaluzsnyit próbálják meg kihasználni. De itt van még egy dolog, tehát azért sokan gondolják azt Ukrajnába már, és ami nagyon érdekes a legkeményebb nacionalista körökben is, hogy ebből már nem lesz győzelem. Akkor viszont valami legalábbis tűzszünetet kell kötni, ki alkalmas erre vezetőként. Zelenszkij, aki teljes mértékben elhatárolta magát ettől, vagy Zaluzsnyi. Tehát van, aki azt mondja, hogy egy győztes tábornok, egy nemzeti pedigréjű tábornok, az fontos lehetne, hogy Zelenszkij nem nemzeti pedigréjű. Ugye egy orosz anyanyelvű volt, a kemény nemzeti oldal mindig gyanakodott Zelenszkijre. Hát most Szirszkij kinevezése után meg különösen, tehát óriási a vihar ebből most itt a kemény jobb oldalról beszélek, akiknek egyébként fel vannak fegyverezve Ukrajnában, tehát ők nem csak bohóckodnak, ezek felfegyverzett emberek. Tehát én ezt látom, hogy egy megelőző csapást mért, egy potenciális, hogy vélt vagy valós, azt nem tudjuk megmondani, mert nem látunk bele Zaluzsnyi fejébe, de az biztos, hogy ez megvolt. Szirszkijt már korábban elkezdték építeni a sajtóban, Zelenszkij emberei, tehát az elnök emberei, hogy így mondjuk, elkezdték építeni Zaluzsnyival szemben, hogy ő az igazi kijevi hős, ő az igazi harkivi hős. Ez az nem így működik. Tehát egyébként ezek a világ legegyszerűbb dolgai, hogy azt mondjuk, hogy Rommel a hős, na igen, és Rommel mögött, vagy Rommel a nagy hadvezér mögött, te kik vannak? Ugye ez nem egy egyszemélyes sport a hadvezetés. Tehát én ezt látom, hogy egy ilyen jellegű politikai lépés volt, nem katonai okai voltak, bár még talán az is lehet, mert Zaluzsnyi szerintem hajlamosabb lenne olyan pontokról kivonulni, mint mondjuk Avdiivk, vagy hajlamos lett volna Bakhmutból kivonulni. Ugyanis egy csatát, még ha el is veszít az ember, nem mindegy, hogy hogyan teszi. Mekkora veszteségekkel, ugye addig jó bent lenni egy ilyen helyen, amíg az ellenségnek a veszteségei nagyobbak. Abban a pillanatban, amikor mondjuk már egy úton, vagy már egy úton se lehet könnyen elérni, akkor nagyon gyorsan elkezdenek emelkedni a védekező veszteségek, mert az utánpótlás lehet ripityára lőni, hogy egyébként Bakhmutnál megtörtént az utolsó hetekben, és még erről is lehet szó, hogy Avdiivkát nem akarta esetleg elengedni, hogy egy konkrét ügyet mondjuk, ugye ott volt az Il-76-os ügye, amit nem tudjuk, hogy mi történt, de nem kizárt, hogy tényleg voltak ukrán hadifoglyok, nem tudjuk. Egy lerőlt repülőgépről beszélünk. Nagyon sok ügy halmozódott föl, megmondom a politikai naptárban is,
Zelenszkinek most még van 2 hónapja, vagy 3 hónapja, amikor megválasztott elnök, utána már azt lehet mondani, hogy a háború miatt nem tudunk elnököt választani, de az a legitimitás már nem ugyanaz a legitimitás, mint amikor valaki meg van választva. Ferenc, hogy látja, hiba volt elküldeni Zaluzsnyit? Politikailag nem, katonailag meg majd kiderül. Ugye azt kell látni, hogy már tavaly nyár óta lehetett érezni, hogy van egy repedés az ukrán politikai vezetés és a hadvezetés között. Ugye maga Zaluzsny eleve sokkal óvatosabban fogalmazott az úgynevezett nagy tavaszi ellentámadással kapcsolatban, ami igazából nyárra csúszott. Ugye katonaként jól látta, hogy képített védelem, nincs elegendő ember az ukránoknak, nincs elegendő technika, ugye ahhoz képest, amit a nyugat ígért, ahhoz képest jóval kevesebbet kaptak az ukránok. Ő azt is finoman jelezte, hogy nem tud elegendő kiképzettségű embereket bevetni, tehát egy ekkora műveletre azért sokkal komolyabb idő lett volna felkészíteni a nagyrészt tartalékosokból álló ukrán haderőt, tehát nem szabad elfelejteni, hogy nem csak az orosz haderőnek a jól képzett hivatásos állománya darálódott le a műveletekben, hanem az ukrán is nagyrészt elesett vagy megsebesült. És ráadásul ugye, amikor nem tud dűlőre jutni az elnökkel, ugye csatlakoznék Attilához, hogy valószínűleg ő bármi áron nem tartotta volna Bakhmutot, valószínűleg elengedni Avgyívkát is, ugye ő sokkal inkább figyelembe veszi azt is, hogy a katonái életét is mentse. Ugye parancsnokként neki ez a feladata. Ugye Szirszkijjel kapcsolatban nem véletlenül szokták a Mészáros nevet emlegetni, ugye ő a politikai akaratnak sokkal inkább megfelelt mindig, mint Zaluzsny. Zaluzsny ebből a szempontból néha kicsit önjáró volt, és mindezt jelzi az, hogy 2 olyan írást is publikált nyugati médiákban, ami egy az egybe szembe megy Zelenszkij politikájával. Tehát Zelenszkij a saját logikája szerint vagy beismeri, hogy tévedett, nyilván azt nem nagyon láttunk olyan politikust, aki ezt nagy nyílt színen, pláne egy háborúban megtette volna, vagy el kell csapni a hadvezért. Fontos leszögezni, hogy az ukránoknál ez az első ilyen váltás. Ha belegondolunk, az oroszoknál ki mindenki meg nem fordult már az ukrán műveletek élén, tehát hogy ez nem teljesen példanélküli. Nagyon gyakran váltanak hadműveletek közben parancsnokokat, ha van kivel. És ebből a szempontból hozzá kell tenni, hogy Szirszkij számos hibája ellenére még mindig jobb választás, mint ugye a nagyon sokáig az ukrán katonai hírszerzés vezetőjét, egy 37 és fél éves vezérről nagyot emlegettek, akinek ugye a legfőbb érdeme az, hogy tűzen-vízen hűséges Zelenszkijhez, de zászló aljat, tehát 500 embert nem vezetett hadműveletben, tehát hogy Szirszkij kármentésnek tűnik, és van egy óriási dolog, ami mellette szól, megint csatlakoznék Attilához, hogy mögé nem fog beállni az ukrán jobb oldal, mert született orosz, nem olyan karizmatikus figura, mint Zaluzsny, nem is akar olyan karizmatikus figurává válni, tehát ő az elnök szempontjából sokkal jobb. Ugye, hogy egy kicsit kiugorjak, bizonyos Kissinger mondta azt, hogy én nem szeretem az okos tengernagyokat. Nekik nem az a dolguk, hogy gondolkozzanak, hanem az, hogy én kiadom a parancsot, ő meg megoldja. Milyen főparancsok lesz Alekszandr Szirszkij? Mit tudunk róla? Mit mondott eddig, hogy ő hogyan tervezi a jövőt az ukrán hadsereg élén? Hát ezt az idő dönti el. Ugye ismerni kéne a valódi dinamikákat az ukrán vezérkaron belül. Ismerni kéne a valódi katonai helyzetet, amiből egy óriási mozaik, amiből darabkákat látunk, tehát én nem tudom megmondani, hogy milyen főparancsnok lesz, de egyet tudok mondani. A világ legjobb parancsnoka sem tud háborút nyerni, ha az ellenfél erősebb. Sokkal erősebb. És itt potenciálisan Oroszország sokkal erősebb, tehát csodát nem lehet várni egyetlen egy hadvezértől sem. Vannak persze olyan ritka pillanatok a történelemben, amikor hadvezetés önmagába döntő tud lenni, de azért a materiális háttér nagyon leegyszerűsítően Isten a nagy hadosztályok oldalán van. Nyilván egy tapasztalt katona, aki egyébként már a 14 óta végig, tehát 10 éve harcol. Tehát azt nem lehet mondani, hogy rosszabb, katonai felkészültségében rosszabb lenne, mint Zaluzsny, sőt, talán még többet tapasztalt a frontokon. De amit látunk, az tényleg az, hogy ő jobban követi a politikai utasításokat.
Avgyivka, egy Donyeck melletti kisváros. Itt zajlanak most a legnagyobb csaták Ukrajna és Oroszország között. A mostanra lakatlan várost a múlt héten majdnem körülzárták az oroszok, de ennek ellenére csak úgy, mint Bakmutot és Mariupolt, a legvégsőkig védi az ukrán hadsereg. Pedig a helyzetük igen nehéz. Amíg az oroszok naponta 10-15 ezer lőszert is felhasználhatnak, Ukrajna az elmúlt időszakban napi 2000-et enged katonáinak. A lőszerhiány első számú oka a kapacitás, bár Európában egyre másra jelentik be az épülő fegyvergyárakat, és Ukrajnában is elkészült egy ilyen üzem. Az első számú fegyverbiztosító Egyesült Államok egyelőre nem szavazta meg az Ukrajnának szánt újabb katonai segítséget. A front nagy részén 100 métereket jut előre Oroszország, de a kezdeményezés a háború második évfordulóján úgy néz ki, náluk van. Valerij Zaluzsnyi az Economistos cikkében utalt arra, hogy esetleg az ukrán politikai vezetés pozitívabban látja a frontvonalak helyzetét, mint ahogyan az van. Önök is így látják? Egyetértenek vele? A katona mindig realista. Tehát a katonák sokkal realistában látják a lehetőséget, hogy a politikusok kicsit mindig álomvilágban élnek. Tehát nekik vannak ilyen nagy elképzeléseik, hogy minek kellene lenni. Ugye Zsaluzni azt is írta, hogy hát nagyon szépen köszönjük a nyugati támogatást, de jól látható módon csökken. Tehát Ukrajnának egyre inkább önerőből kell megoldani, és ebben az is benne volt, hogy önerőből viszont nem tudunk területeket felszabadítani. Bocsánat, tehát itt azt kell látni, hogy a politika nem biztos, hogy hisz abban, hogy Ukrajna győzhet. Tehát győzhet úgy. Ugye most már a lengyelek is azt mondták, hogy a Krímet teljesen el kell engedni. De ugye hivatalosan Zelenszkijék azt mondják, hogy mindent vissza. Tehát Ukrajnát helyreállítani a 14-es határaira, mármint ugye a Krím elszakítása előtt. Ez nem realitás. Annál is inkább, mert az oroszoknak a Krím egy abszolút vörös vonal, tehát jó, hát Medvegyev nem mérvadó, mert ugye ő a rossz rendőr, tehát ami hülyeséget el kell mondani, azt mind vele mondatják ki. Egyébként egy nemzetközi, mielőtt politikai pályára lépett, egy nemzetközi szinten is ismert, kiváló jogász volt Medvegyev, tehát valószínűleg ő parancsra mond ekkora ostobaságokat, de ugye Medvegyev mondott, és a Krímet megtámadja Ukrajna, atomfegyvert vetünk be, nyilván nem, pláne a saját határai mentén nem valószínűleg Oroszország atomfegyvert vet be. Tehát a realitás jelenleg az, hogy mind a két fél nagyon komoly mélységében tagolt védelmi vonalakat épített ki. Egy kivétel van, ugye a Nyeper folyó, vagy Nyipro ukrán nevén két oldalot, maga a folyó egy borzasztó komoly akadály, 1,5 kilométer széles, nagyon komoly mocsaras, mind a két oldalon 500-1500 méter mocsaras vizenyős rész van még a folyón túl, és ugye a felrobbantott Novokahovkai tározó mögötti rész, az helyenként 23 kilométeres mocsaras vizenyős, teljesen átjárhatatlan terep, tehát az aktív műveletek azok nagyjából egy ilyen félkörívben zajlanak, és ott mind a két fél nagyon komoly védelmi vonalakat épített ki, mind a két fél vasbeton erődöket épített, ugye az ukránok 14 óta építik egy csomóan a védelmi vonalaikat, irgalmatlan tüzérségi fölényben vannak az oroszok, de ez beásott védelem ellen nem biztos, hogy sokat jelent. De akkor mit jelent azt, hogy, mert azt halljuk, hogy Oroszország most azért tud előre nyomulni. Ezt hogy képzeljük el, tehát, hogy megint csak fasorokról beszélünk? 50 méterek. Tehát Avgyivkát azt mennyi, 5 hónapja ostromolják az oroszok? Hát október. Október, november, hát ugye december, voltak éppen 10 éve egyébként. Igen, tehát nagyon komolyan mondjuk úgy október így óta. Van. Tehát most már több mint 5 hónapja darálják a várost. Most már tényleg arról beszélünk, hogy hetek, talán napok kérdése, hogy bevegyék, de ugye ott is jön az a szájkarata, ami Bakhmutnál is volt, hogy még a város szélén néhány házat tartanak az ukránok. Tehát, hogy 100 méterekben sem lehet mérni a napi előrenyomulást. Újra vívják a felek az első világháborút, csak műholdakkal, drónokkal, fél NATO hírszerzés az ukránok keze alá dolgozik, de a másik oldal Oroszországot északkóra is tömi lőszerrel, meg Irántól is kap egy drónokat, tehát gyakorlatilag
a világnak a két felé szakadása nagyon szépen látszik. Kína például úgy nem szállít fegyvert, hogy kerámiát szállít, meg kevlát a lövedékállókba, drónok az alkatrészt, edzett acélt, amiből lőszert gyártanak, tehát direkt fegyvert hivatalosan nem szállít, csak minden mást, amiből lehet. Tehát ez a két felé polarizálódó világ, ez nagyon szépen látszik ebben a konfliktusban is, de egyelőre ezek az eredők kioltják egymást, csak itt azt kell látni, hogy az oroszok mocskosul ráérnek. Tehát Oroszországnak bőven van ideje, 3,5-szer annyi volt már a konfliktus előtt is a népessége, mint Ukrajnának, és óvatos beslések szerint az egykor 42,5-43 milliós Ukrajna most már inkább 30 és 35 között lehet. Tehát Ukrajna nem tudja ezt a világ végéig vívni, Oroszország nagyon ráér. De akkor pont az említett Zaluzsnyi cikkben elhangzott az, hogy 500 000 ember kellene az ukrán hadseregbe. Mindenki ismeri a számokat, Ukrajna és Oroszország közti népességbeli különbséget. Van értelme belemenni ebbe a számháborúba? Mert lehet, hogy tud valaki most még 500 000 katonát, ukrán katonát összegerebézni valahonnan, de az oroszoknak még egyszer lesz 500 000, és még egyszer lesz. Van ennek értelme? Önök hogy látják, hogy tényleg döntő lehetne mondjuk most hirtelen 500 000 újabb ukrán katona? Tehát azt kell látni, hogy egyébként 22-ben döntő volt az ukrán mozgósítás. Az oroszok nem mozgósítottak, az ukránok gyakorlatilag azért tudták például Harkivnél így áttörni a frontot, és egy ekkora győzelmet elérni, mert rendőrök voltak Szamarából, meg Rozgárdia, meg ehhez hasonló alakulatok, tehát nem is igazából katonai alakulatok védtek nagyon fontos pontokat. Ennyire nem volt ember Oroszországnak. Tehát persze jelentene 500 000 ember valamit, azt jelenteni, hogy a háború mindenképpen tovább tart. Következőket kell látni, szerintem. Tehát egyrészt szerintem 30 millió alatt van Ukrajna népessége már. Tehát 35 millióval kezdték, mert ugye a megszállt területeket ne számoljuk bele. Úgy 42, hogyha mindent felkerekítünk Krimmel együtt. Tehát ami egyébként Ukrajna, tehát a világ ezt ismeri el Ukrajnának, de a valós, amiből meríteni tudnak, az szerintem egy 30 milliós népesség nagyjából, vagy az alatt van, nyilván ez még rengeteg férfi, csak kicsodák. Tehát kiment be, tehát az első világháború is lehetett látni, hogy folyamatosan csökken ugye a behívottaknak a színvonala. Ez van most is Ukrajnában, mert aki 2022-ben bent volt, az profi katona volt nagy részt, olyanok, akik évek óta, vagy sokadik turnusokat töltötték már ugye a fronton, 14 óta tart a háború, meg sokan olyanok voltak, akiket ugye behívtak, de ők is voltak a fronton. Tehát az egészen más. Illetve olyanok, akik motiváltak. Tehát ez a nagy különbség. Tehát aki bement 22-be, álltak a sorok, 10 000-ével léptek be az emberek az ukrán haderőbe, azok általában az erős nacionalisták voltak, a nemzeti érzelmű emberek, ezt nem negatív konnotációval mondom, meg nagyon sokan olyanok, akiknek volt fogalma arról, hogy mi a háború. Tehát a hazafiak tömege, profik voltak benne. Na most ez a következő 500 000 már nem ez lenne, hanem akiket lasszóval fognak az utcán, és az, akit lasszóval fognak, az nem fog úgy harcolni, mint aki önként ment be. Tehát a morál, a motiváció, az sokszor legalább annyit ér, mint a fegyver. Nyilván a lőszer a legfontosabb, mert lőszer nélkül a legmotiváltabb katona se fog győzni, de nincs már meg ez a motiváció az ukrán társadalom egy jelentős részében. Tehát ezért mondom én azt, hogy és már nagyon régóta, hogy addig, tehát az oroszokat egyféleképpen lehet megverni ebben a háborúban, hogyha az akaratukat törik meg valamiért. Hogyha belső válság van, vagy ha az akaratukat törik meg. És nagyon úgy tűnik, hogy ez nem sikerült. Tehát az a belső válság, amit Prigozsin okozott, egy napig tartott. Utána 2 hónapra rá lezuhant a repülőgép, szerintem ebből mindenki értett, hogy egy ideig nem lesz új belső válság. A másik meg az akarat megtörése, hát nagyon úgy tűnik, hogy van elég orosz, aki harcol. Mi kész, megfelelően nagyon komoly pénzeket kapnak az orosz átlagfizetésekhez képest, meg Oroszországban is van egy nacionalista réteg, akik harcolnak Novorossziája. Tehát, és egyszerűen akkor már a számok jönnek be. Tehát a nagy számok, és abszolút egyetértek, Oroszország nincs egyedül. Ez a másik.
Tehát ugye úgy számoltunk, hogy van a nyugat, 1 milliárd emberrel, hatalmas GDP-vel, majd addig rakjuk az ukránok mögé, ami kell, amíg nem győznek, meg technológiai fölény, stb. Technológiai fölény van egyébként nagyon sok területen nyugaton, de egy-két nagyon kulcsfontosságú területen az oroszok beelőztek. A Foreign Affairs-ben jelent meg egy nagy cikk most erről, érdemes elolvasni mindenkinek, hogy az adaptálódásban az oroszok utolérték az ukránokat, és a különbség az az, hogy amíg ha az oroszok döntenek arról, hogy akkor most legyártunk 10 000-et, ők meg tudják, mondjuk 10 000 drónt, azt könnyebben meg tudják csinálni, mint az ukránok, vagy mint az európaiak. És ez igazából a saját hübriszünknek a tényleg az ilyen felfújt kis világunk, hogy a Európa meg Amerika eldönt valamit, akkor úgy lesz. Hát nézzük meg a lőszergyártásnak a felfutását, Amerika még szoszó, Európa, hát hol? Mondom, a legnagyobb lőszergyár most Európában itt épül Várpalotán, Magyarországon. Most Litvánia épít egyet, akkor belgák bejelentették, épülnek ezek, csak ezek évek. Ukrajnának nincsenek évei, Oroszországnak inkább van ideje. Tehát ilyen globális problémákkal nézünk szembe, és mellette tényleg ott van, tehát két dolog nincs most Ukrajnában, elegendő fegyver, meg elegendő ember. Tehát ami történt Harkivban, az egyre inkább ukránokkal történhet meg, hogy annyira elfogynak a századok, annyira elfogynak a szászlóaljak, hogy néhány lézengő ember van egy-egy ponton benne, és akkor mi van? Mi lesz? Hát úgy könnyű áttörni a frontot, hogyha nincs védelem. Most nem azt mondom, hogy ez fog történni, mert az ukránok nagyon sok meglepetést hoztak, pozitív meglepetést, az oroszok számára negatív meglepetést, csak van az a pont, amikor a legelszántabb, kitartóbb haderő is megtörik. Nem tudom, hogy ott tart-e Ukrajna, de annyira negatív most rengeteg hír, ami ukrán forrásból jön ki, hogy nem tudom, hogy nem lesz-e itt a következő fél évben az a pont, amikor elfogy egyszerűen az erő. De hogyha az erő el is fogy, ezek az említett beásott akadályok, ezek beásott vonalak, ezek nem elegek ahhoz, hogy Ukrajna megtartsa legalább a mostani helyzetet? Ember nélkül semmilyen védelem nem elég. Ekkora baj van, hogy... Nem tudjuk. Tehát itt ugye azt kell látni, hogy ez is lehet ám egy tudatos stratégia, ezt se tudjuk. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna szempontjából most a legfontosabb küzdelem Washingtonban zajlik. Tehát 61 milliárd dollárra tét, amit ha Ukrajna megkap fegyvert, lőszert, akkor az egy jelentős lökést jelent. Valószínűleg, ha az USA ezt megadja, az európai országok is adnak még valamennyit. Tehát ez most Ukrajna szempontjából legalább olyan fontos ez az amerikai, lényegében választási vita, mert ugye Amerikában elnök választás lesz, és már ez is erről szól. És ilyenkor mi a legjobb stratégia? Az, hogy keltjük a pánikot, mindjárt összeomlunk, nincs ember, nincs lőszer, elképesztő kétségbe esett helyzetben vagyunk. Az oroszok erre még rá is erősítenek, mert jön az elnökválasztás, tehát kedvencem az, amikor mindig az oroszok mondják, hogy ma ennyi támadást vertünk vissza. De az ukránoknak se embere nincs, se lőszer, akkor hogy a fenébe támadnának? Tehát, hogy itt, amit nagyon fontos megérteni, hogy háborúban egyik félnek se hiszünk el semmit, mert mind a kettő hazudik. És ugye ukrán részről ez egy tudatosan felépített stratégia is lehet, független attól, hogy valószínűleg tényleg sokkal rosszabb a helyzet, mint akár nyáron, mert egyértelmű, de valószínűleg messze nem olyan súlyos, mint ahogy ezt nagyon sokan keltik, mert ugye itt az a lényeg, hogy a nyugatnak a szimpátiáját fenn kell tartani, és lehet, hogy a republikánusok meg a demokraták kedélyesen elvitatkozgatnak, ha azt a hírt kapják, hogy Ukrajnában minden rendben van, de hogyha az a hír érkezik, hogy óriási a baj, és csak a mi pénzünk mentheti meg őket, akkor lehet, hogy néhány, főleg centrista republikánus képviselő az úgy dönt, hogy akkor lehet, hogy megtámogatjuk ezt a dolgot. Tehát, hogy nem lehet tudni, ez is lehet mögötte, majd az idő, csatlakoznék Attilához, amit mondott, hogy milyen hadvezér Szirszki, ezt majd az idő fogja eldönteni, hogy mekkora a válság az ukrán haderőn belül. Én úgy gondolom, hogy messze nem akkora, mint nagyon sok ukrajna barát média ezt kelti, meg egyébként ebből a szempontból az orosz barát médiák is ide vannak, mert ugye tényleg arról szól a dolog, hogy adjátok már végre oda nekünk azt a 61 milliárdot. Február elején szokatlan dolog történt.
Szijjártó Péter az orosz támadás óta először nem moszkvai kollégájával, hanem Kuleba ukrán külügyminiszterrel találkozott. Az ungvári értekezletet már megelőzte a most már csak volt köztársasági elnök Novák Katalin kijevi látogatása, illetve az argentin elnök beiktatásán kénytelen, kelletlen, de Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszkij is találkozott. Szeretném itt és most is aláhúzni, hogy Magyarországon nem kér extrát, nem kérünk többet, mint ami már volt. Azt kérjük, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti közösség azokat a jókat kapja vissza, amelyekkel 2015-ben már rendelkezett. Szijjártó Péter elmondása szerint ezeket az elvárásokat 11 pontban foglalta össze a kormány, és bár mindkét ország külügyminisztere konstruktívnak nevezte a találkozót, arról azonban nem esett szó, hogy mikorra várható egy Zelenszkij-Orbán csúcs találkozó. Ez egy sikeres találkozó volt, mit látunk egyelőre, megtörténik a közeledés, és vezethet-e ez esetleg egy Orbán Viktor Volodymyr Zelenszkij találkozóhoz? Attila. Sikeres abban az értelemben, hogy létrejött. Tehát ez önmagában egy siker. Tehát két dolgot kell látni. Én ugye valamennyire részt vettem a ukrán politika alakításába 2018-ig. Magyarország egyébként támogatta 2017-ig, támogatta Ukrajna NATO csatlakozását, támogattuk anyagilag az ukrán haderőnek a fejlesztését, hozzájártunk NATO alapokhoz, amelyek, ezt csak azért mondom el, hogy értsük a dinamikát, amelyek például a kiberképesség, kibervédelem, de más területeken is. Tehát voltak ilyen NATO alapok, tanácsadókkal támogattuk Ukrajnát, sebesülteket kezeltünk a budapesti Honvéd Kórházban, és volt még sok minden más is. Tehát szó sincs arról, ami szerintem a magyar közönyben él, hogy 14 után Magyarország azonnal ellenséges volt Ukrajnával. Nem. Viszont mondom, Kárpátalját is jól ismerem, 14 után nagyon sok negatív jelenség történt Ukrajna részéről. Tehát ahogy ide jutottunk, azért azt látni kell, hogy ez minimum kettőn áll a vásár, de hogy az ukránok kezdték ezt, az biztos. Mondom, én ezt közvetlen közelről láttam, hogy egyet kértünk az első ukrán-magyar védelmi miniszter, ott voltam, hogy támogatjuk őket, csak hagyják a kárpátaljai magyarokat békén. Nagy mosoly az ukrán védelmi miniszter részéről, persze, aztán hozták a törvényeket egymás után. Ugye 15-ös nyelvtörvény volt, hogyha jól mondom. Így van, hát ugye az előző nyelvtörvénynek a alkotmányellenessé nyilvánítása, az oktatási törvény, és nagyon sok egyébként nagyon kellemetlen incidens, fizikai incidensek sora, tehát a Beregszászi tanácsépületbe való betörés. Annyi minden volt, ami hogy itt felsorolni is nehéz. Bár azt azért hozzáteszem, hogy egy-kettő az orosz művelet volt. Uh-huh. Tehát az oroszok még rátettek egy lapáttal eleve negatív ukrán viselkedésre, tehát az ungvári KMK székház elleni támadás az egyik, az bizonyosan orosz művelet volt. És más műveleteknél is lehet azt látni, vagy legalábbis ráutaló jelek vannak, hogy oroszok lehettek, mert ukránul se tudtak azok, akik mondjuk a magyar táblákra mindenféle fenyegető feliratokat rajzoltak föl. Tehát amit mondani akarok ezzel, hogy itt, és ez itt szerintem a magyar baloldali közöm egy részében nincs meg, hogy itt egy nagyon erős ukrán nacionalista vonal alakult ki 14 után. Tehát amit pro-európainak hívunk, az egy bizony erős ukrán nacionalista vonal volt. Egyébként Zelenszkijre ezért szavazott a teljes magyar kárpátai magyarság, gyakorlatilag 85%-ban, mert Zelenszkij azt ígérte, hogy ennek vége lesz. Szerintem ezt őszintén is gondolta, de beleütközött azokba, amely már említettem, gyakorlatilag fegyveres alakulatokba, rendkívül erős jobboldali, szélső jobboldali egységekben. A legtöbbségük nem náci, tehát ez már orosz propaganda, de szélső jobboldali egységekben, akik bizony, ha kellett, akkor gránátot vágtak a tömegbe a rada előtt. Ez csak azért mondom, hogy ismerjük meg Ukrajnát. Hogyan jutottunk ideig, ennek nyilván Magyarország is lehetett volna egy-két alkalommal nagylelkűbb Ukrajnával, vagy halkabb, de ideig jutottunk, hogy van egy rossz kapcsolat. Ennek a rossz kapcsolatnak mind a két ország kárát látja, szerintem Ukrajna látja a nagyobb kárát, egész egyszerűen, mert Ukrajna van egy háború közepén, és ebből ki kell jönni, és ennek volt egy lépése. Ez a találkozó, amit alapvetően szerintem sikeresnek lehet minősíteni. Ugye Ukrajna azt gondolja, hogy elvégezte a leckét azzal, hogy megváltoztattak bizonyos törvényeket, mi úgy gondoljuk, hogy azért ezt még nem, tehát Magyarország úgy gondolja, majd meglátjuk, hogy mennyire őszinte az ukrán fél, de az biztos, hogy ez egy előrelépés. És az is biztos, hogy ukrán oldalról végre van nyitottság arra, hogy ne csak beszéljünk, hanem a konkrétumokról beszéljünk, mert beszélni egy dolog.
valamiről, meg megrázni a kezét. De a nyelvtörvényt ugye módosították, az le van írva papíron. Persze, csak van még sok minden más, és ugye, és nem a törvényektől függ minden, hanem a végrehajtási utasításoktól. Tehát ugye az ördög az részletekben rejlik, Szijjártó Péter átadott azt hiszem egy 10 pontos csomagot, hogy mit szeretnék. 11. Akkor 11 pontos csomag, hogy mit szeretnék még látni. Tehát amit mondani, amit ebből ki akarok hozni. Tehát most az, hogy lesz-e Orbán Viktor találkozó Zelenszkijvel, ez is egy nagy kérdés. Szerintem akkor lesz, hogyha mind a két fél győzelmet tud deklarálni, tehát Orbán Viktor haza tud valamit hozni, na akkor tényleg itt van a nagy megállapodás, Zelenszkij is azt tudja mondani, hogy igen. Végül is Magyarország a két legfontosabb dologra egyébként rábólintott, nem feltétlenül azonnal, meg nem feltétlenül úgy, ahogy az ukránok körültek volna neki, de én mindig mondom ukrán barátaimnak, ismerőseimnek, hogy azt kell nézni, amit végül teszünk, és nem feltétlenül azt, amit mondunk. Ennek sok oka van egyébként, tehát racionális okai vannak rengeteg dolognak, amit nem értenek az emberek, hogy mit, miért, mi történik, de szerintem ebben nem menjünk bele. Én azt látom, hogy lehet egy javulás. Ennek a javulásnak egyébként az egyik fő oka az, hogy Ukrajna tényleg rosszabb helyzetben van, és sokkal nyitottabbak az utóbbi időben arra, hogy beszélgessünk a valódi kérdésekről. És ez valódi, tehát a kárpátaljai magyarság ugye az nem egy ilyen gumicsont. Magyarország azért EU-NATO tagként, nem azt mondom, hogy abszolút hatásosan, de azért bizonyos dolgokat lassítani, blokkolni mindenképpen tudott. Ez mondjuk Magyarországnak sem feltétlenül jött jól. Tehát azért a nyugati mainstream, ahogy ezt csúnyán szokták mondani, sajtótermékeket nézegetünk, hát az orosz barát még az egyik legfinomabb jelző, amit nagyon sokszor a magyar kormányra használnak. Esetenként olyan ügyekben is, ami... Tehát de Kuleba külügyminiszter ezt pont azt állította, hogy Magyarország magyar párti? De itt most tényleg, itt most inkább a nyugat részbeni hozzáállásával van szó, de például belegondolunk, hogy az izraeli-palesztin kérdésben meg pont, hogy nem azon a vonalon van Magyarország, abszolút nem, hiszen Oroszország a palesztin ügyet és a Hamaszt is támogatja. Magyarországról ugyanez azért nehezen lenne elmondható, tehát van egy magyar politika, van egy ukrán politika, és egyébként mind a két félnek érdeke lenne ezt normalizálni, mert bárhogy is fog véget érni a háború, azt látni kell, hogy Ukrajna nem fog megszűnni. Tehát annak a valószínűsége, hogy orosz csapatok fognak Kárpátalján állomásozni, nulla közelébe tendál, mert egyszerűen Oroszországnak arra nincs elég embere, hogy 50 lakosonként egy rendőrt meg egy katonát évtizedekre bennhagyjon Ukrajnában. Tehát, hogy meg lehet oroszosan oldani, hogy kiírtjuk a teljes ukrán lakosságot, de ez működött Sztálin idején, de nem hiszem, hogy a mostani modern Oroszország a globális média korában ténylegesen elkezdene tömegesen népírtani. Tehát itt maradunk egymásnak, és mindenképpen mind a két országnak az érdeke, függetlenül attól, hogy Ukrajna milyen határok között tud tovább élni, hogy valami egyességre jussunk. Ha tetszett a podcast, iratkozzanak fel csatornáinkra. Ez volt az Atlasz. Két hét múlva ismét jövünk.